Magyarországon több mint 20 éve foglalkozik a kormányzó klaszter fejlesztése. Ezen időszak alapján, hogy azt látjuk, hogy a klaszterek különös értéket képviselnek. Magyarországon jelenleg körül 30 darab klaszter működik, amely 1200 vállalkozást tömörít. Ezen vállalkozások több mint 70 ezer embernek adnak munkát, az ország bruttó hozzáadott értékének 2%-át adják. A klaszterek szerepe igazándiból minden téren egyfajta multiplikátor hatás. Egy KKV-nak meg tudják sokszorozni az innovációs potenciáját, az üzleti lehetőségeit, a nemzetközi lehetőségeit. Azzal, hogy egy ilyen sűrű szövésű üzleti hálózatba bekapcsolódik, az a rengeteg közvetlen és hosszú távú forráshoz, stratégiai iránymutatáshoz és jó gyakorlathoz jut. Klaszterek, akik eddig önállóan működtek, most közösen tesznek és közösen fektetnek be olyan együttműködésbe, amitől ezek a multiplikátor hatások még egyszer szintet lépnek. Át tudnak lépni iparágakon, és át tudnak lépni országhatárokon. Azt látni kell, hogy alapvetően az egyedül és önállóan működő vállalkozások egyre kevésbé tudnak részt venni, az akár a hazai, akár az Európai Uniós versenybe, úgyhogy mindenkinek elemi érdeke, hogy fölismerje azt, hogy az együttműködésre, a házatosodásra szükség van, és ilyen szempontból óriási jelentősége van ennek a rendezvénynek, hogy a Magyarországon működő élenjáró klaszterek be tudnak mutatkozni akár a kormányzat, akár a kutatói szféra, akár az üzleti szféra képviselőinek, és ezek a gazdasági szereplők láthatják azt, hogy milyen értéket képviselnek a klaszterek, elérve azzal, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a közösséghez.